A Donkanyarban vívott harcok a magyar történelem legszomorúbb fejezetei közé tartoznak, mondta a nyíregyházi megemlékezésen a Trianon Társaság, valamint a Rákóczi Szövetség elnöke. Dalmai Árpád kiemelte, a hősök tiszteletére 2013-ban táblát avattak a megyeháza falán, és előtte minden év januárjában megemlékezéseket tartanak. Országszerte megemlékeznek a Donátoros évfordulójáról, tehát úgy érezte, hogy Nyíregyházán is kötelességünk megemlékezni azokról a megyebeli honvédekről, akik életüket áldozták ott a Donkanyarban. Hisz ezek hősök voltak, bármennyire akarták őket az előző rendszer idején fasisztáknak, nemzetelleneseknek, árulóknak beállítani, ők a hazát védték ott a távolban is. A 73 évvel ezelőtti történésekről sokáig nem lehetett szólni vagy megemlékezni, mondta Vinnai Győző. Az országgyűlési képviselő a Rákóczi Szövetség tagjaként hozzátette, mint oly sokan Magyarországon ő is érintett, hiszen anyai nagyapja ott volt a Donkanyarban, ő hazatért. Csak a térségből több mint 4000-en vonultak ki a hadszíntérre, tette hozzá Bene János történész. Ami a szerencsétlenség és a tragédiája volt ennek az ezrednek, hogy pontosan a váltáskor a kaposvári ezredet váltották fel, és pont a váltáskor, mikor még ők nem vették át, a kaposvárik már nem adták át rendesen az állásokat, akkor zúdult rájuk a január 12-i orosz áttörés, és úgy, hogy a Nyíregyház ezredet nem szemből támadták az oroszok, hanem oldalról és hátulról, mert más oldalon törtek át, és tulajdonképpen felsodorták, hátrafelé ugye nem lehet igazán védekezni, és tulajdonképpen ezért volt óriási a veszteség, hiszen a nyíregyházi alakulatok tulajdonképpen magukat hátrafelé törték előre, hogyha értik a kedves nézők majd ezt a faramuci megoldást, tehát nekik ki kell törni, hátrafelé vissza tudjanak vonulni. A nyíregyházi ezred erről a térről indult a Donkanyarba, a 4000 katona közül alig több mint 730-an tértek vissza 1943. május 3-án.